Az egyházmegye papjai, kispapjai, szerzetesei és nővérei vettek részt az olajszentelési szentmisén nagy csütörtökön a Szent István székesegyházban. Nagy csütörtök a keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja, amikor Jézus a Getsemáni kertben búcsút vett tanítványaitól és felkészült az áldozatra. Nagy csütörtökön kezdődik a Szent Három Nap liturgiája. Az egyház megkezdi megemlékezését Jézus szenvedés történetére, halálára és feltámadására. Akarjátok-e megújítani egykor tett ígéreteiteket, üspökötök és Isten szentjével? A katolikus egyház nagy csütörtökön az eukarisztia és az egyházi rend, a papság megalapítását is ünnepli. Évről évre a délelőtti krizma misében a papok közösségben újítják meg ígéretüket. Hála Istennek, mi papok igazán boldog emberek lehetünk. Sok a feladatunk, olykor megélt kudarcunk is van, mi a megtapasztalt magányosságot is átélünk, de mindig átélhetjük a Jézussal megélt örömet is. Az ünnepélyes krizma szentelő misén megszentelik a kereszteléseknél, a bérmálásnál, a betegek keneténél és a templom szentelésnél használatos szentolajat. A nagy csütörtöki délelőtti misét az esti követi, ami már az utolsó vacsora miséje. A szenvedésre induló Jézus búcsúja övéitől. A néphagyomány szerint ezen az estén Rómába mennek a harangok, melyek nagy szombatig nem szólalhatnak meg a templomokban, illetve az orgonák is csendben maradnak, jelképezve a keresztény világ Jézus közelgő halála iránt érzett fájdalmát.